Informatika, virtuális világ, digitális mindennapok. Ebben élünk, ez vesz körül. A Mobilis Interaktív Kiállítási Központ az a hely, ahol mindent megtudhatsz arról, amit a cybertérről tudni érdemes. Íme ennek részeként a Mobility Győr Digitális Élményközpont ezernyi csodával. Mindenki élményt kínál, meg mindenki élményeket szeretne átadni a látogatóknak, meg a célcsoportjainak. Itt pedig olyan élményekkel találkozhat az ide betérő, ami a legújabb digitális és infokommunikációs eszközök kapcsán érheti. Szeretnék megmutatni, hogy az a laptop, tablet, amit a mindennapi élet során mindenki használ, az milyen sok funkcióra alkalmas. Beteszünk a villogáshoz egy ismétlő szerkezetet. Ahányszor ismételni szeretnénk egy folyamatot, annyinak kell lenni itt a szám helyén. Fontos az, hogy például az oktatásban rengeteg olyan applikáció van, ami élményszerűvé teheti az információknak a befogadását. Az a nagyon jó ebbe a nagyon sokszínű eszközparkba, hogy tényleg minden célcsoport megtalálja azt, ami őt igazán érdekelheti. A tinédzsereknek a VR az, ami most nagyon-nagyon megy, amit nagyon szeretnek. Például a kisebb korosztálynak, az alsó tagozatosoknak, meg mondjuk azok a padlórobotok, amiket tablettel tudnak irányítani. Szeretnék azt bemutatni, hogy az IT pálya, az IT szakterületek, az már nem az a kifejezett programozás csak, ami mondjuk első olvasatban úgy eszünkbe jutna. Hat megye oktatási intézményeivel működünk együtt. Ez azt jelenti, hogy az iskolai csoportok miután beregisztráltak hozzánk, ingyenesen egy busz közlekedést is igénybe tudnak venni, tehát ide tudnak érkezni, illetve a foglalkozás után kapnak egy meleg ebédet is itt a közeli Széchenyi étterembe, tehát egy komplex élménynap áll rendelkezésükre, úgymond ennek a projektnek a keretében. A digitális korban informatikai szakemberekre egyre inkább szükség van. A munkaerőpiaci igény folyamatosan bővül. Ismerjük és használjuk az eszközöket, mégis egyre csökken az informatikai képzésekre jelentkezők száma. Míg 5 évvel ezelőtt 10 000 körülire volt tehető az informatikus hiány, addig most ez mintegy 22 000 fő. Az IKT ágazat nemzetgazdasági szempontból meghatározó ágazat. A Mobilis Interaktív Kiállítási Központ létrehozása, a Mobility Győr Digitális Élményközpont megléte egy óriási lépés abban, hogy a fiatalok közül minél többen majd szakemberként foglalják el helyüket az IKT ágazatban.